Üdvözöllek titeket, ez itt a játékhír összefoglaló 42. alkalommal, vágjunk is bele! Először is, az Origin egy új szolgáltatást léptetett életbe a PC-s tábornak, ez pedig nem más, mint az EA Origin Access program. Ez korábban a konzolosok számára már lassacskán egy éve létező dolog, de most a PC-s tábor számára is elérhetővé tették. Megjegyzem, hogy Magyarországon még mindig nem elérhető a dolog, de ami késik, nem múlik, reméljük. Na, miről is szól az EA Origin Access? A lényeg az, hogy havi nagyjából 5 eurós összegért, ami nagyjából 1500 forintnak megfelelő összeg, hozzáférhetünk a Vault-hoz, ahol teljes játékokat játszhatunk az egy hónapos előfizetés időtartama alatt. A jelenlegi listában olyan játékok szerepelnek, mint a Dragon Age Inquisition, a Battlefield Hardline, a Battlefield 4, a Sims 3, FIFA 2015, SimCity, This War of Mine és Dead Space, illetve a Need for Speed, de ez a lista várhatóan még bővülni fog. A másik nagy előnye az EA Origin Access-nek, hogy egy rövid ideig még a megjelenésük előtt lehetőséget biztosít az előfizetők számára arra, hogy kipróbáljanak vadi új játékokat. Így például a február 9-én érkező Unravel is már elérhetővé válik az előfizetők számára néhány nappal a megjelenés előtt egy rövid időre, és ez nem demo, hanem teljes érvényű játék lesz. Végezetül egy 10%-os kedvezményben részesülnek minden Electronic Arts játék vásárlásakor az előfizetők, és ebbe beletartoznak a DLC-k is, valamint hogyha vannak akciók, akkor az akciók árából is lejön még azon felül 10%. Egy szóval, hogyha valaki szeretne egy hónapon belül ilyes játékokkal játszani, vagy kipróbálni azokat az ingyenessé tett játékokat a hónap során, amik ugye szerepelnek a Vault-ban, akkor érdemes előfizetni egy-két hónap, napra, amíg kipörgeti az ember. Szerintem ez így abszolút korrekt deal, és egy lehetőség arra, hogy használják az emberek és kipróbálják ezeket a játékokat. Ha pedig ugye valaki szeretné még megjelenés előtt röviddel kipróbálni a vadi új címeket, akkor azok számára is egy jó lehetőség. Érzésem szerint a gamer sajtó egy része is rá fog emiatt repülni a dologra. Az egyetlen kérdés csupán, hogy mikor fogják ezt a szolgáltatást Magyarországon is engedélyezni. Ugyan már ilyé, hogyha a Netflixet képesek voltak bevezetni Magyarországon, akkor az EA Origin Access sem lehet olyan nehéz. Ugye? Diablo 3 egy monstre nagy patchet kapott a 2.4-es update keretében a héten, amiben számos újítás foglal helyet. Többek között új zónák, amiben benne van egy vadonatúj sziget is, Grey Hollow Island, amik csak és kizárólag az Adventure módban érhetőek el. Átdolgoztak nagyon sok legendás és set felszerelést, továbbá újakat is adtak hozzá, és ezzel párhuzamosan megjelent a set dungeon, ami akkor érhető el, hogyha egy játékos egy adott setnek az összes részét összegyűjt, majd ezt követően megtalálja a dungeonhöz vezető kulcsot, illetve az Empowered Rift, ami pedig egy normál riftnek a felturbózott változata. Emellett még tovább növekedett a táska méret, hogy elférjen az a tömérdek loot, és végül a szezonok is átestek némi ráncfervarráson, amik közül a legfontosabb a Season Rebirth, ami lehetőséget kínál arra, hogy egy korábbi karakterünk az előző szezonokból, vagy akár nem szezonális karakterünk újjászülethessen az aktuális szezonban. Ez persze azt jelenti, hogy az újjászületéssel elveszti minden szídjét, illetve megszerzett cuccát, amik egyébként egy nem szezonális másik karakter postaládájába küld át a játék, ami begyűjthető lesz onnan, és akkor így azzal a karakterrel folytathatjuk tovább az aktuális szezonban a kalandot, ami addig a szívünkhöz nőtt, és csak és kizárólag a játszott óraszámot jegyzi meg az adott karakter alatt. Egy szó mint száz, nagyon sok újítást pakoltak ebbe a patchbe is, és tök jó látni, hogy még lassan 4 évvel a Diablo 3 megjelenését követően is ilyen aktívan dolgozik rajta a Blizzard, hogy tovább csiszolja, tovább polírozza a játékot, ami jobb és jobb lesz. Még az sem kizárt, hogy én is hamarosan visszalátogatok Sanctuary földjére, némi démonírtás végett. Végezetül a Square Enix bejelentette, hogy a készülő vadonatúj Hitman játékuk, a Hitman World of Assassination epizódikus formában fog megjelenni. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy március 11-én a játék megjelenésének napján két formában lehet majd megvásárolni azt. Az első a normális teljes áru, vételár, amiért cserébe megkapunk majd mindent az év során, ami a játékhoz kapcsolódik. A másik viszont az érdekesebb, és ezt csak intro paknak keresztelték, ami csupán csak 15 euróba fog kerülni, ugyanakkor ezért csak a bevezető prológus küldetéseket és a párizsi helyszínt kapjuk meg, amivel a játék indul.
A további tartalmakat havi rendszerességgel adja hozzá majd a fejlesztői gárda, így tehát áprilisban érkezik majd a Sapiencia helyszín, májusban Marrakesh, és az év hátralévő részében pedig megkapjuk Tájföldet, az Amerikai Egyesült Államokat, illetve a japáni zónákat is, és ezek között is lesznek még kisebb-nagyobb update-ek, valamint hetente új spéci küldetések, események és kihívások. Természetesen, akik már a legelején az egész játékot megvásárolják, azoknak ezek a kontentek mind ingyenesek lesznek, mindenki másnak külön-külön kell értük fizetni 10-10 eurónak megfelelő összeget. Aki pedig igazán türelmes, azok számára évvégén érkezik a dobozos verzió, ami szintén tartalmaz mindent, amit eddig kiadtak a játékhoz. Hát ez elég érdekes megjelenési stratégia, kicsit nekem olyan early access szaga is van, valószínűleg nem készültek el még minden egyes zónával rendesen, és még van rajtuk munka, és így próbálják ezt valahogy a szőnyeg alá seperni. Minden esetre ez azok számára jó hír lehet, akik bizonytalanok még az új Hitman játék megvásárlását illetően, hiszen ők kaptak egy 15 eurós bevezető csomagot, ami alapján eldönthetik, hogy tetszik-e nekik annyira a játék, hogy a maradékába is beruházzanak, ha meg nem tetszik, akkor nem buktak rajta nagyot. És ezen felül a heti kihívásokkal és a kisebb-nagyobb update-ekkel sokkal élőbbnek, sokkal dinamikusabbnak tűnhet még az egész játék hosszú távon, mint hogyha egybe egy statikus tartalmat kapnánk. Úgyhogy március 11-én érkezik a 47-es ügynök legújabb kalandjainak első felvonása, de egyben nem az utolsó, és reméljük, hogy a végkifejletre érdemes lesz várni. Viszont ennek a hírösszefoglalónak a végkifejlete itt és most jött el, köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, addig is, legyetek jók, sziasztok!